Hát az állványzat a dunakiliti faluház körül még januárban dobozokban sorakozott a parketta, de az új nyílászárok már akkor is a helyükre kerültek. Javában zajlottak a munkálatok az elmúlt hónapokban a 30 éves épületen, mára már pedig egy kívülbelül megújult faluház várja a dunakilitieket és a vendégeket. A Toplusz pályázat 47,6 millió forintjából megvalósult a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése, valamint egy mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. Ehhez jött hozzá a Magyar Falu Program 27,8 millió forintos támogatása, aminek köszönhetően kicserélték a bejáratokat, a belső nyílászárókat, felújították a vizes blokkot, valamint a teraszokat is. A beruházás csak nem 100 millió forint volt, a fennmaradó költségeket az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A kiserdei óvoda gyermekei is felléptek azon az ünnepi műsoron június 24-én, ahol hivatalosan is átadták a felújított épületet. A gyermekek mellett színpadra léptek a Dunakilitiért Egyesület és Rajka Fekete Erdő Egyházközség vegyes kara is. A muzsika téged köszönt, jó barát, sok öröme éles az életed át, Az ünnepi műsort követően aztán köszöntők hangoztak el. Dunakiliti polgármestere ismertette azokat a pályázatokat, amiknek köszönhetően nem csak a faluház, hanem a belterületi csapadékvízrendezés első üteme is megvalósult. Ezen projekt keretében a Kossuth Lajos utcának azon szakaszán, ahol problémák voltak a korábbi időszakban, tehát itt a faluházzal, a hivatallal szemközti területen állt meg folyamatosan nagy esőnél a víz. Tehát itt zárt rendszer keretében egy kísérletet, erdőhöz vezető rendszeren oldottuk meg a csapadékvíz elvezetést. Ugyanakkor pedig a Kisfaludi utca irányában részben zárt, részben nyílt rendszer kiépítése történt. Azon kívül a Diós és a Rajkai út a temető melletti szakaszon, illetve végig a Diós utcában pedig gyeprácsos megoldással intézkedtünk. Az ünnepségen részt vett Németh Zoltán is, aki elmondta, a megújult faluház lehetőséget biztosít arra, hogy tovább építsék a közösséget egy minőségi helyen, ahol egy energetikai korszerűsítés valósult meg a beruházás keretében. Itt egy energetikai korszerűsítés zajlott, a hőszigetelés, a nyílászáró csere az lehetővé teszi azt, hogy nem fogyasszunk el annyi energiát, hiszen a legkörnyezetbarátabb energia az, amit el sem használunk. A korszerű gázkazán pedig takarékos és csökkenti a rezsit. A hivatalos köszöntőket követően a megújult épületet Bors Imre áldotta meg. Add áldásodat, hogy általuk mindenkor az igazságot közöljék, táplálják a szeretetet, védjék az igazságosságot, terjesszék az örömet, ápolják és erősítsék meg mindenek között azt a békét, amelyet egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus tud hozni nekünk. Az ünnepségen megköszönték azok munkáját, akik hozzájárultak a faluház megújulásához. A fejlesztések pedig a jövőben sem érnek véget. A település polgármestere elmondta, a közeljövőben utakat, járdákat újítanak majd fel, köztük a Fekete-Erdő-Dunakiliti közötti 3 kilométeres útszakaszt. Folytatják a telekialakításokat, valamint építenének egy kerékpárutat is, ami az új Dunahídhoz vezet majd.